A Központi Választási Bizottság szerint összesen 63 ezer példányt kell nyomtatni a választásokra. A szavazólapoknak két változata lesz. 30 millió 477 ezer szavazólap a választásokon induló pártok listáját fogja tartalmazni, és további 30 millió 33 ezer szavazólapot készítenek, mely az egyéni választókerületeken induló jelöltek névsora fog szerepelni. Az állami nyilvántartás adatai szerint Ukrajnának a külföldön szavazókat is beleértve 30 millió 359 964 választókorú polgára van. A többlet szavazólapra pedig tartalék szempontjából, illetve a törvény erre vonatkozó előírása miatt van szükség. Minden választójoggal rendelkező ukrán állampolgár, aki lakcímétől eltérő helyen kíván voksolni, július 15 ig kérheti az átjelentkezését. A Központi Választási Bizottság eddig kilenc pártot regisztrált az előrehozott parlamenti választásokon, írta az Unión.hu a hírportál. A listára olyan pártok kerültek fel, mint a polgári pozíció Oleg Laskó radikális pártja, az énekes Sziatoszláv Vakácsuk által vezetett hangpárt, az életért elnevezésű ellenzéki platform, az erő és méltóság, a függetlenség és a még aktív ukrán miniszterelnök pártja, a Grossman ukrán stratégiája. A bizottság további 164 jelöltet is jegyzékbe vett, akik mind a polgári pozíció színeiben indulnak a parlamenti választásokon. Így a július 21-ére kért előrehozott parlamenti választásokon induló képviselőjelöltek száma elérte a 461 főt. Közös jelöltekkel méretteti meg magát a július 21-i előrehozott ukrajnai parlamenti választásokon a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, valamint az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség. A két szervezet, Berenzovics László a elnökét a Beregszászi és Nagyszülősi járást magába foglaló egyéni választási körzetben indítja, míg az Ungvári járásban Barta József a kmk alelnöke, a Munkácsiban pedig Tóth Miklós az UMDS vezető helyettese indul. Berenzovics László szerint, amennyiben a választó polgárok kellő számban vesznek részt a választásokon, úgy mind a három körzetben van esély a bejutásra. Elindult a választási folyamat Ukrajnában, és a kárpátai magyarság részt kíván menni a parlamenti választásokon. Jelöltjeinket bejegyezték, a tárgyalásaink az UMDS-szel eredményesek voltak, és közösen fogunk támogatni jelölteket mind a három olyan körzetbe, ahol a magyarság jelentős számban van rendkívül fontos a választások, rendkívül fontosak számunkra, hiszen meg kell mutatni azt, hogy vagyunk, azt, hogy a KPT magyarság igenis képviselni szeretné Ukrajnában a saját érdekeit. Lehet-e tudni valamit a jelöltek személyéről? Jó magam, Barta József úr van jelölve, illetve az UMDS jelöltje Tóth Miklós, akinek a bejegyzési folyamata folyik jelenleg, utána pedig ha ez megtörténik, akkor Gulácsi Gézda úr, aki jelöl ott a munkási közvetben, vissza fog lépni a javára. Milyen esélyekkel indul a három kárpátai képviselő? Ön hogy látja ezekben az egyéni körzetekben? Szerintem jó esélyekkel indulunk. Itt minden a részvételi arányon és a kárpátai magyarság egységén fog búlni, amennyiben kellő számban vesznek részt a kárpátai magyarok és a velünk szimpatizáló emberek a választásokon, akkor mind a három közöttben van esélyünk. Buzdítana esetleg arra, hogy visszajöjjenek azok az emberek, akik most éppen külföldön dolgoznak? Ez nagyon fontos. Az, hogy ugye, akit a, a sors elsodort kárpát és átérzi a kárpátai magyarság jövőjét, az térjen haza, szálljon ezt a napot és szavazzon a kárpátai magyarság jelöltjeire.